Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Havi 40 ezer forintos támogatást kaphatnak a munkába visszatérő szülők, akik gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkai bölcsödébe helyezik el, jelentette be Bodó Sándor, foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ennek jártunk utána. Akivel beszéltünk, pedig nem más, mint Molnár Tamás, a Magyar Államkincstár Fejér megyei igazgatója. Tisztelettel köszöntöm Molnár Tamást, a Magyar Államkincstár Fejér megyei igazgatóját. Igazgatóra egy jó hírt kaptak a családok. Bodó Sándor, a foglalkoztás politikáért felelős államtitkár azt nyilatkozta, hogy havi 40 ezer forintos támogatást kapnak a munkába visszatérő szülők, akik a munkavégzés idejére családi vagy munkai bölcsödében helyezik el gyermeküket. Ez egy nagyon komoly lépcső, a megvalósítás viszont önökre vár. Köszöntöm én is a nézőket, valóban így van. Augusztus 9-től vehetik a szülők igénybe ezt a támogatást, amelynek összege, maximális összege 40 ezer forint. Ez része annak a kormányzati intézkedés csomagnak, amely több mint 12 ezer milliárd forintot fordít az elkövetkező években a családok és a gyermekesek támogatására. Ez nagyon fontos lépcső, ahogy ön is fogalmazott, hiszen egyre több a gyermekeket nevelő nők foglalkoztatási mutatója. Ezt nyilván önök nem mérik, de én azt hiszem, hogy leginkább a hölgyeket érinti ez. Így van, az elsődleges célja az a kormányzatnak, hogy a következő években a 15 és 64 év közötti gyermekeket nevelő nők közül minél többet vissza tudjon vezetni a munka világába. Ugyanakkor a bölcsődei férőhelyek szempontjából is nem elhanyagolandó tényező ez. Így van, 2022-ig a cél, hogy körülbelül 70 ezer helyel bővítsék az óvodai, illetve bölcsődei férőhelyek számát. Ha jól értjük, akkor az új férőhelyek kialakításáig ez egy intézkedés. Igen, ez egy olyan intézkedés, amelyet akár egy, akár több gyermek után is igénybe vehetnek a szülők, a hölgyek, az anyukák. Lényeg az, hogy maximum 40 ezer forintot kaphatnak, ahol nem éri el a 40 ezer forint a bölcsődejátás, ott az ellátás összegéig, ahol pedig a 40 ezer főt meghaladja, ott 40 ezer forintot, bocsánat, meghaladja, ott 40 ezer forintig, és az feletti részt kell a szülőknek fizetni. A gyermekek különböző korosztályban vannak nyilvánvaló, a bölcsődés gyermekek is. Itt melyek a kritériumok? Az első számú kritérium az, hogy a szülő jelenleg ne legyen aktív állományban, tehát passzív állományban legyen, rendelkezzen ügyfélkapuval, rendelkezzen érvényes bankszámlaszámmal, és ami a legfontosabb, hogy a gyermek a 20 hetes kort már elérje. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélkapu hozzáférés, ez fontos. Ez miért fontos önöknek az államkincstár szempontjából? Azt gondolom, hogy az államkincstár szempontjából is, és az ügyfelek szempontjából is a legegyszerűbb és a leggyorsabb ügyintézési forma, hogyha a magyar állammal, a különböző szervezetével, az ügyfélkapun keresztül tartják a kapcsolatot, hiszen ott minden adatot otthon saját maga be tud olvasni, be tud rögzíteni, és gyakorlatilag egy kész dokumentumért kell már esetleg bejönnie, vagy elektronikusan ugyanoda kapja meg. Ugye itt arról van szó, hogy az igénylők száma meghaladja a jelenleg rendelkezésre álló bölcsödei férőhely kapacitást, akkor jöhetnek ide. Hogy tudják ezt terjeszteni, hogy tudják meg a rászoruló családok, hogy ez működik? Hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy mindez idáig a kormányzati intézkedésről a napilapok beszámoltak, mi szintén megtesszük a magunkét, de hogy készülnek önök erre? Hát elsősorban mi is a médiára támaszkodunk, a legfőbb hirdetési formára. Mi pedig úgy készülünk el, hogy a Magyar Államkincstár hivatalos honlapján, az államkincstár.gov.hu honlapon valamennyi olyan információ, illetve elérhető link megtalálható, amivel a szülők tudják igényelni ezt a támogatást. Hogy mérték fel mindez idáig, hogy mely bölcsödék azok, akik tudják fogadni a gyermekes szülőket és a gyermekeiket? Elsősorban ez a helyi önkormányzatok és a helyi hivatalos szerveknek, kormányhivatalnak a feladatköre és a feladata volt, és ez alapján kapjuk mi meg az adatokat, hogy a jogosult a támogatásra, vagy nem jogosult a támogatásra. Hogy készülnek fel a munkatársai erre a feladatra, hiszen ez megint egy fontos kérdés? Munkatársaink folyamatosan kapják ugyanazokat az oktatási anyagokat, amelyeket minden egyes megyei székhelyi államkincstár munkatársai megkapnak. Ők napra készen, ők is rendelkeznek ezeknek az oldalakon megtalálható információkkal, hogy akár személyesen befáradó ügyfelek, akár pedig telefonon érdeklődő ügyfelek részére a
call centerünkön keresztül tudunk információt adni. Az igénybe vehető életkor nagyon sokat változott. Ahogy itt olvassuk, hogy 15-től 64 év közötti. Én azt gondolom, hogy ez jelentős előrelépés, tehát így ebbe a formában a nagymamák is kaphatnak segítséget. Így van, hiszen a kormányzatok is egy korábbi intézkedése volt, hogy nem csak a szülő, hanem akár a nagyszülő is ugye elmehet a gyermek után igyekszegyedre, és ennek a része ez az intervallum kiterjesztése. Hiszen nem feledhetjük, hogy több mint 40%-uk dolgozik a hölgyeknek, az ilyenkorú gyermeket nevelő hölgyeknek, és azt hiszem, hogy ez komoly segítség. Van-e rálátásuk, hogy a bölcsődei intézményrendszerben itt Székesfehérváron körülbelül hány családot érint ez? Hát a Magyar Állami Kincstár ezzel a témakörre sajnos nem foglalkozik. Én azt gondolom, hogy ezt akár az önkormányzatok, akár a kormányhivatalnak az illetékes szervei fogják majd tudni. Ez ugye Székesfehérvárra vonatkozik. Mi történik az agglomerációs övezetben élőkkel? Ugye az Állami Kincstár úgy épül fel, hogy valamennyi megyei igazgatóság, a megye valamennyi településé alá felett látja el ezt a közvetítői szerepet, úgyhogy mi mind a 109 megyei településen foglalkoztatott, illetve ott működő bölcsödékkel kapcsolatban fogunk tudni majd a jövőben intézkedni. Tehát augusztus 9-től várják a jelentkezőket. Van-e már érdeklődés? Telefonos érdeklődők már jártak nálunk, ugye mi, ahogy a belső szabályzatunkban is le van írva, megadtuk neki azokat az adatokat, amelyekkel el tudja indítani ezt a kérelmét, illetve egyéb kérdés esetén a call centerünkhöz fordulhattak. Igen, tehát az is fontos, hogy elektronikus úton, illetve az ügyfélkapunk keresztül, tehát a Kincstár honlapján. Mi szerepel egyébként a honlapon? Megvan-e minden olyan adat, amelyet igénybe vehetnek a rászorulók? A honlapunkról el tudnak jutni az ügyfélkapura. Az ügyfélkapun meg kell keresni azt a megfelelő linket, amelyet a bölcsődei támogatás igénybevételéhez szükséges, és ott minden olyan információt megkapnak az igénylők, amely az igénylő adatlap kitöltéséhez szükséges. Tehát akkor invitáljuk meg közösen azokat a szülőket, akiknek ez fontos lépcső, hogy igen, augusztus 9-től keressék az a Magyar Államkincstár Fehérmegye igazgatóság. Akár szülők, akár nagyszülők, azok a hölgyek, akik még a munkába visszavágynak, minél gyorsabban és minél előbb, hiszen nagy szükségük van a munkájukra. Nem hallottam ezt az intézkedést, nem vagyunk érintettek igazából ebben a kérdésben mi, de még nem is gondolkoztam ezen a kérdésen, megmondom őszintén, érdekes megoldás. Biztos. Úgyhogy nem akarok erről beszélni. Én ezt már kinőttem, úgyhogy én ezen már túl vagyok. Én a gyárat mellé építenék óvodákat, ahova a szülő el tudja vinni a gyerekét az óvodába reggel, mikor megy dolgozni. Nincs esetleg olyan tapasztalata, akár személyes érintettségből, vagy barátok által, hogy a gyermek bölcsödésztetése nem volt egyszerű? Hát korán kell kelni a gyerekeknek, mert az anyukáknak 6 órakor dolgozni kell menni. És ha 8 órára kéne menni dolgozni, azért az jobb lenne. Pláne, ahol 2-3 gyerek van. Uh-huh. Úgyhogy az a 6 órai munkakezdés, ez sok korai nekük. Hát valószínű, hogy segíteni fogja a rászoruló családokat, igen. Van esetleg valamilyen személyes érintettsége? Hát én nagymama vagyok, 2 éves az unokám. De a lányom szeretné a 3 évet otthon tölteni vele. És majd óvodába fog menni. Nem. Volt olyan tapasztalata, amikor egy eset ismerős vagy rokon családban nehéz volt a gyermek bölcsődei beiratása, és ez segíthetett volna? Igen, előfordult ilyen. Biztos vagyok benne, hogy segít. Nekem is most végeztek az unokáim a bölcsödébe, úgyhogy szerencsések voltunk, mert állami bölcsödébe tudtuk iratni őket, de volt olyan unokám, akiket már maszek bölcsödébe kellett megoldanunk, úgyhogy ez mindenképpen nagy segítség. Azt történt, hogy mi vállaltuk be a lányomnak a bölcsödei elhelyezésnek a fizetését, úgyhogy ezzel tudott több munkát vállalni. Úgyhogy ez nagyon jó intézkedés, de nem hallottam még róla. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!